Idei utolsó alapszakaszbeli bajnoki mérkőzését játszotta a Racionet Honvéd férfi vízilabda csapat a szerda este a PVSK ellen. A két csapat nagy harcban volt a felsőházba való kerülésért. Ebből a küzdelemből a Honvéd került ki győztesen az előző fordulóban, amikor tatabányai győzelmének köszönhetően a hazaiak jutottak a legjobb nyolc közé. Volt törleszteni valója a hazaiaknak a PVSK-val szemben, ugyanis Pécsről egy 4 gólos zakóval távozott Vad Lajos legénysége decemberben. Ennek ellenére Lajkó Márton vette be Dekker Attila kapuját. A Honvéd válasz a kisvártatva érkezett, dr. Illés Sándor lövése a keresztlécről a gólvonalon túlra pattant, így megvolt az egyenlítés. Ezután közvetlenül érkezett a PVSK válasza, Csacsovszky Alex szerzett center gólt a vendégeknek, így újra náluk volt az előny. Hazai oldalon a legjobb helyzetek is kimaradtak, míg a Pécs kihasználta lehetőségeit. Szatmári Kristóf egy végtelen lóba után szerezte meg a vendégek harmadik találatát. A Pécs tehát 2 gólos előnnyel zárta az első negyedet, Vad Lajos érthetően nem volt lenyűgözve a csapat a performanszától. A második játék részben aztán elkezdett játszani a Honvéd is. A csapatkapitány Szívós Márton szerzett szép gólt. Ezután Csilkó Márton büntetőt érő faultja után Gyárfás Tamás értékesítette egy 5 méterest. Újra egál volt ezzel az állás. Krizsán András lőtte ki a bal alsót egy gyors ellentámadás végén, így a vendégek 4-3-ra újra vezettek. Postafordultával érkezett erre a hazaiak válasza. Szívós Márton szerzett gyönyörű gólt védője szorításából, így döntetlennel vonulhattak a csapatok a nagy szünetre. A játék képével egyáltalán nem lehetett elégedett a hazaiak szakvezetője. Ennek ellenére ismét a Pécs indított jobban. Csilkó Márton kiválóan ütemezett lövésével ismét a vendégek szereztek vezetést. Közvetlenül az ellentámadásból érkezett a Honvéd válasza. Dr. Kis Gergely értékesített egy büntetőt. 5-5. Ezután viszont a Pécs percei következtek, akik alig több mint 2 perc alatt elléptek a Honvédtól. Csacsovszky második találata után Zlatko Rakonjac is megzörgette Dekker Attila hálóját. Majd egy lefordulás után Csilkó Márton is megszerezte saját második, csapatának 8. gólját. Így első ízben 3-mal mentek a vendégek. A negyed végén lélektanilag kiváló időpontban érkezett Simon Roland kapufás gólja. Így a Honvéd 2-re faragta hátrányát az utolsó negyed előtt. Az utolsó 8 perc elején büntetőt ítéltek a vendégeknek. Lajkó Márton lövésébe belekapott Dekker Attila, de hárítani nem tudott, így újra 3 fa volt a Pécs előnye. Aztán alig több, mint 3 perccel a vége előtt elindult a már-már legendás Honvéd hajrá. Szívós Márton zúdított egy lövést a vendégek hálójába, ezzel megszerezve 3. találatát a meccsen. Dr. Kis Gergely szép helyzetfelismerése után dr. Illés Sándor szerzett nagyon fontos gólt. A meccs egyik kulcsmozzanata viszont ezután következett. Dekker Attila kiállítása után Kis Gergely került ideiglenes hálóőrként a kapuba. És a Honvéd legendája alig 1 perccel a vége előtt hárítani tudta Szatmári Kristóf lövését. Majd az azonnali időkérés után megérkezett a Honvéd egyenlítő találata is. Szívós Márton villant újra, 8 másodperccel a vége előtt bebiztosította az 1 pontot a hazaiaknak. Nagyszerű hajrá után tehát pontot mentett a Racionet Honvéd. Sajnos volt két és fél hetes szünet, ami megnyugtatta a társaságot, hogy bekerült a felsőházba. Ugye 2,5 hete szajkozom, hogy azért ezzel nem lehet megelégedni. Először is a mai döntetlent nem érdemeltük meg. Ez a Pécsnek állt végig ez a mérkőzés. Megmondom őszintén, az, hogy Szívós Marci egy zseni, az megint kiderült a mai napon. Ha ő nincsen, nagyon nagy bajba kerültünk volna. Sok minden van most bennem, nagyon rossz meccs volt szerintem. Sokan betegek voltunk a héten, én is nagyon rosszul éreztem magam a vízben. De az egész meccsen lassú volt, nyögvenyelős. A végén bravúrok miatt nyertünk abszolút, tehát küzdöttünk nagyon, de szerintem mi sokkal jobban tudunk játszani, tehát én úgy érzem, hogy ez ilyen 60%-os Honvéd volt. A bajnokságot a felsőházban folytatja a Honvéd, a hétvégén a BL győztes Szolnokhoz látogatnak a srácok. Csak a Honvéd.